Jaj, guten buongiorno. Hát megküzdöttem itt az elemekkel, mivel rakottam. Egyébként a kanizsatrendnél vagyok. Tehát kanizsán. Ne röhögjé, ne röhögjé, muszáj hozzátenni. Hidd el, van akinek muszáj hozzátenni. Van aki számára. Na, hát aztán itt a rakodás végé, hogy megküzdöttem az elemekkel. Mikor ideálltam, nem gondoltam, hogy nem is figyeltem, de valahogy úgy sikerült megállni, hogy nem tudtam a kulcsot elfordítani itt a... Mi ez? Gyújtás kapcsolóban. Hát bezárt úgy a kormányzár, öcsém, hogy ha, kampó! Mondom, ebből szerviz lesz. Kérdeztem, hogy csávót erre ki tudok menni? Azt mondja, persze. Éljük a legjobbakat. Eddig jó. Hát, itt már annyira nem. Jaj! Szerintem neki tök mindegy volt. Szevasztok! Nézz vissza inteni, bazd meg egyik se. Nézzek, mint a borja az új kapura. Ha, ha, háj! Nem fog tudni elfordulni, mi? Ön nincs. Bejöttem, ki is megyek. Ó, az is egy szép rámpa ott szembe. Azért láttátok, nem ott ezt a pótkocsit ott egymaga. Mondtam én, bejövök, ki is megyek. Hát ugye ezeket nem ekkora autóra tervezték annól, amikor ez a bútorgyár megépült. Úgyhogy ja, ez van. Guminyomok a betonon, hát csak én fordultam egyet. El kellett kanyarodni jobbra, mit csinálják vele? Jövök befele, nézem sehol, senki sorompótár vagy itt van. Hát mondom, akkor beállunk a parkolóba. Jön üvöltve kifele a csávó, hogy álljál meg, meg kellett volna állni. Nem mondom, bocs. Cső. Hú. Ja, kicsit ki volt akadva, hogy bejöttem. Amúgy kurva jó, mert ide régen nem lehetett leparkolni. Most már le lehet, bazd meg. Sehol senki többet, harmadszor? Akkor jövök. De jobb oldalon meg fel van turvál az út, hát meg miért ne legyen nehéz? Ha egyszer az is lehet. Na busz már megy. Ja. Jó, bazd meg, csak ugye nekem meg kéne az év, mindegy. Csak nem jön senki. Ha! S láss csodát, véletlen nem jön senki. Szélvédő retkes, mert majd, hát pénteken tömörültünk majdnem, úgyhogy nem tankoltam, nem mostam le a szélvédőt. Ezt meg már ismeritek a szemelét. Hogy majd ezután Albertónál megrakottunk, akkor a Berzencén, akkor majd visszafelé kicsit legányolom, sőt, lehet, hogy most kellett volna bassza meg arra menni. Ne! Most meg, amikor erre akarok jönni, tessék, jöjjön át néném! Jöjjön csak át! Most, mikor meg eszembe jut, hogy erre jöjjek, ne körbe lefele, hát most meg mégiscsak arra kellett volna mennem, mert ugye a mosó arra van. Hoppá, balra jönnek szememből a könnyek. Milyen kurva jó, hogy a fenyvestől ki lehet látni. Egyébként jó, mert a város szép zöld, és tele van fával, csak azért ugye ekkora autónak a lombkorona már eléggé akadály tud lenni. Nagyon sok a zöldruhás ember, milyen túl van ott. Festenek? Ugye itt van az, ahol az egyenesen és a jobbra, vagy a balra kanyarodó sávból megyünk jobbra, mert a
A jobbrából soha a büdös életben nem fogunk elkanyarodni. Ah, de jó fej. Köszi. Szerintem vizesek csinálnak itt valami cuccot. Na, a vízművesek csinálnak ott szerintem valamit egyébként. Jaj, basszus, hiszen egyenesen kellett volna menni. Az igen, stopptábla meg dísznek van, bazznek. Egyenesen a teherautóba behajtani tilosba, aztán lehajítani az utcszélén az autót, mert Vodafone-ba dolgom van. Ja, hogy van, aki magára ismer és megsértődik megint. Hát, vajon miért? Nem, most csak azt próbáltam esetelni, hogyan közlekednek a bumbornyákok. Minden mindegy, lebasszuk az autót, mert nekem dolgom van, aztán majd mindenki félreáll. Ja, nem erre jössz, bácsi. Most mondom, akkor hagyok neki helyet. És erre? Mindenki erre. Ínni. Hál' Istennek mindenki megy is ki fel a kórház fele. Sába fogunk kamionozni. Hát, hogy ezeket a kibaszott fákat nem lehet a csim lenyírni. Na, úgy. Úgyhogy tök mindegy, mert itt a külső sávot már parkolóra használják, úgyhogy igazából lényegtelen. A belső sávba nyomta 30-al, geci. Az mi kemény? Ugye amikor itt csatornázott a vízmű, azt hiszem a vízmű volt, aki dolgozott itt sokáig, akkor 30-as sebességkorlátozás volt ki. Az, hogy annak egy hónapja biztos van, de lehet, hogy ma másfél is. A csávó az ott a dolgát jól végezve a belső sávba 30-al. Az igaz, a kórházas, ahogy most a körforgalmat körforgalomból, ahol kijöttünk, ott volt egy 30-as tábla. Ez tény és való. És utána 50 méterre se, talán egy 30-40 méterre van egy kereszteződés. Ami ugye feloldja a 30-at, és utána már nincsen 30-as tábla. De hát ugye gondolkodni mi a fasznak. Az úgyis tudja, aki meg nem, az meg kb. Úgyis hiába mondom. Én meg nem vagyok óvóbácsi, nincsen óvodapedagógiai képzettségem, úgyhogy nem fogom senkinek sem kezét fogni az élete során.
felnőtt ember, neki úgy balfasz, ahogy szíve joga, vagy ahogy akarja, vagy mit tudom én. Na, most fog csipogni az UDI fizető a véda alatt? Mert az én UDI fizetőim egy időben csipogtak, mondjuk a kamionban még eddig egyszer se. De bár mindig be van kapcsolva. Most tessék, nem csipogott most se. Bár az enyém is nagyon ritkán csinálta. Hozzáteszem. Nem mint hogyha ez most kurva lényeges dolog lett volna, csak ha már itt vagyunk, beszéljünk erről is. Na, úgyhogy meguntam már itt a sobumbúrnyáknak a izét. Fogjam a kezét. Megyünk Trieste megé. Igazából a Szlovéna egyesen is végigmehettem volna Koperig, aztán onnan föl, és akkor egyszerűbb dolgom lett volna. Mert nem kéne Trieste környékén kóvályognom itt a hegyekben. De egyrészt végig autópályán teszem. Másrészt pedig... 400 méter múlva a jobb oldali sávban haladjunk. Majd a jobb oldali sávban haladjunk. Na, srácok, meg is állunk. Szóval egyrészt az autópályán teszem, másrészt pedig... ha ott jöttem volna le, akkor ott igen szar lett volna a megfordulási lehetőség. Neked meg annyi eszed volt, hogy elindultál, de ebben nem adtad volna, hogy izé kezdőországi betű. Jó van, gratulálok. A jobb oldali sávban haladjon. Majd a jobb oldali sávban haladjon. Hát ez meg ugye a régi határ, Stani megcsinálta, hogy beérkezik az autópálya a faluba, úgyhogy még mindig szépen faszán vissza kell fordulni. 30-al messze, határtalan Európa. Úgyhogy itt külföldön is vannak cifra határok.
be kell menni, nekem jobbra. Ahol? 200 méter múlva forduljon jobbra, majd forduljon jobbra. Fatelet. Hoppa, 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 hoppa. Na bazdmeg. Itt megállítjuk a technikát, azt bemegyünk kérdezni, hogy amúgy hol a gyászba lesz a bejárat, mert innen állt a teherautó. Szerb faszi most tolja kifele azért az autót. Ha? És igen, oda a busz megállótól idáig tolattam hátra, mert még tolathatok vissza majd a kereszteződésbe. Csak most ugye megállt a forgalom, mert várjuk, hogy kijöjjön szegény. Milyen faszal lesz majd itt patkán keresztül húzni, hogy bemenjek a tűzifába. Mert még üresen most így kifele, jó, le van tolva. De rakottan. Édes jó Istenem, bazd meg. Ilyen helyre tényleg kamionnal járni. Akkor legalább érted? Jöjjön föl érte az olasz Magyarországra, rakja fel a saját szarjára. Ez az küzdjön itt a izé. A szar helyeiben. Tudnék még cifrábbakat is mondani. Ja, és most nekem ugye még hátrébb kell tolatnom be a kereszteződésbe, és átállni a szembe oldalra. Csak ugye el kéne fogyni az autóknak ahhoz. És igen, végig itt vártam a főúton. Jézusom. Érted, akkor legalább költöztek volna ezzel a hülye tüzéptelepel valami olyan helyre, ami város szélére, vagy falu szélére, vagy a tököm tudja hova. Ahol a kutyát nem zavarja. Elvileg mögülöm elfogyott mindenki. Ne, hogy bácsi, várjál te még azzal. Oldalon a homlokfallal nem kéne kibaszni az oszlopot. De várjál, hát simán bejött ide. Akkor szerb faszim itt görcsölt a izével. Na, akkor ennek nagyobb volt a füstje, hál' Istennek, mint a lángja. Már csak ki kell innen jutni valahogy. Jó, hogy integettek, csak nem látok lófasz se, ha ott látok a karácsban. Ja, az autók meg közben jönnek, baszki, mert a forgalmat elfelejtette megállítani a csávó. Éne, kurva jó! A kurva élet, baszd meg! Az meg rakottan nem akad össze. Üresen összeakad. Ha én leszapom magam, komolyan ettől Renault-tól már. Oké, grazie, buona giornata, ciao! Hát ez jó volt, bementem, faszi azt mondja.
Amúgy ugye nem tudok annyira én. Még egy lehetőség, hogy fel tudok menni majd erre a felett lévő autópályára? Mert ugye a körforgalomig így is, el kell menjek. Azt írja fény újság itt előttem. Szóval, hogy mondom, nem nagyon beszélek olaszul, úgy mondja a magadét. Azt mondja, jó, oké, horvátszki. Mondom, akkor legyen horvátszki. Mondjad. Ezt akkor helyek közben megbeszéltik olaszul, horvátul, hogy mi a helyzet. Hogy ő kimegy. 200 méter múlva a körforgalom már térje balra, negyedik kiára, majd térje el balra. Negyedik, tényleg a negyedik basszus kulcs. Hát én inkább kimegyek a szélén, azt mondom, hogy majd térjen balra, negyedik kiárat, majd térjen el balra. Azt, aki gyorsabb, az vágódjon el mellettem a belsőkben. Hát még ezzel így bemehettem volna így. Szevasztok. Zágrábi hűtős már jön áll, mint a golyó. Á, 4-es balra. Térjen el balra, majd térjen el jobbra. Dika top tábla. Mondjuk a személyautóknak el kell itt a top tábla, mert ők nem látnak ki, meg kilátok, és már nem fog mire gyorsítani nektek 400 000 tonnát. Te kurva élet, ezek az utaköcsém! Térjen el jobbra, majd a jobb oldali sávban haladjon. A jobb oldali sávban haladjon. És is vagyunk a pályán. Majd a bal oldali sávban haladjon. Hát itt lejönni nem lett volna ilyen egyszerű. Mert hozzájuk akkor bejutni se. Méter múlva a bal oldali sávban haladjon.
rádöggel, és már emelkedik is, szépen pofásan, igényesen.
ötletem, mit lehet csinálni ez a tetves GoPro-ban. Hogyha megnyomod a tényleg gombot, akkor be is kapcsoljon, vagy az oldalán a bekapcsoló gombot, akkor be is kapcsoljon. Mert ez így nagyon szar, hogy egyszer csak szembe jön a táj, aztán hiába gyomkodom bárhol. Ki kell rántani az akkumulátort 4-5 másodpercre, aztán úgy hajlandó.
Lövő! Lerakottam. Nem maradt semmi a kerekek alatt? Mindegy, ha posszan, úgyis kiderül, nem? Barátim! Hát itt tiszta jó fej mindenki. Nincs ilyen hülye nagy forgalom, semmi. Tiszta jó. Basszus, és ha ezt tudom, hogy itt van hely, még pont lett volna 1 óra 48 perc alatt felértem, hát ilyen 9 óra 58 alatt álltam volna meg. Itt fönt. Ha ezt tudom, hogy itt van fönn hely, hát most innen indulnék tiszta lappal, basszus. Nem, hát ugye Rédicsen álltam. Ó, te Isten! Itt még ingyen is lettünk volna. Mindegy. Sikerülni fog. Jaj! Jaj! De izgulok! Jaj! Jaj! Ott a mérnek, úristen! Jézusom! Találkoztam a kollégával is, aztán ő is tiszta jó fel volt, mondta, hogy is szokta nézni a videókat. Úgyhogy innen is üdv még egyszer! Sikerült felállni a mérlegre. De ügyes vagyok! Hát ezért fizetésemelés jár. Nem. Ezért Falkó jár. Portás is, vagyis hát a biztőr is jó fej volt. De belógoz a másik oldali sorompó. Ciao. Úristen, kifértünk! Baszki, feljöhettem volna ide, és itt ahattam volna a fák alatt. A prérin, látjátok, itt a préri. Mondjuk este 11 óra, akkor nem tudom, a lövőjek mennyire. Ja, de hát nem. Izé, rotófrank játszótér. Ja, tényleg, rotós fuvar volt. Bad-Mergentheimből mennyit hordtam ezt a rotót? Ugye? Lepők lármba? Csak akkor a tetőablakokat hordtam onnan. Ide meg tetőablakokhoz való vasalatot hoztam. Hát vagy ajtó, mit tudom én, volt ebben minden. És hogy nem, csak a vasalat volt. Na és hogy a helyiek legnagyobb örömére milyen fasz, hogy itt megyünk keresztül itt ezen az új építési lakóparkon. Ne a főútról forduljunk be! Nem, nem, jöjjünk be a házak közé! Ezt melyik találta ki? Vagy akkor építenének másik ilyen szervizutat a cég körül, ki a főútra. Visszavezet a másik irányba, nem elbe, hanem most nekünk ellentétes irányba. De nem! De faszán ki lehet látni ettől a fától. Jó, végül is nem jön senki. Kéne enni valamit, srácok, nem? Itt az émolkút. És senki. Viszont szerintem én lemegyek Szombathelyre. Hát ugye Szombathelyen kell rakodni Falkónál. De... bemegyek ott a útra. Aztán vagy... veszek hotdogt. Vagy... veretek egy dönerboxot. Ha nyitva van egyáltalán már a döneres. Ugye? Az a baj, hogy abban a köcsök körforgalomban van Szombathelyen ez a mókút. Döneressel együtt.
mi átjáró. Hát nem szakadt ki a kocsik alól a kerék. Milyen jó. Súgy! 60-nal alá tudtam rajta döngetni. Aztán az ügyesebb kezelésben van ez a vonal. Van ez a Sopron Szombathely. Tudja a franc. Jaj, csuklok. Mondjuk nem össze. Addig jó. Tudom, hogy föl, itt van Újkér, tessék. De hogy olvastam én ezt Újkenéznek? Na mindegy. Följöttem volna, és áj, basszus. Már kérdezte a portás, hogy, vagy bizony a biztiőr, hogy elkezdtétek hordani? Meg a kollega is kérdezte, hogy na, most hát ti is megkapjátok ezt a fuvart. Szóval lehet, hogy ide jövünk többet. Jövünk többször. És akkor... Most már tudom azt, hogy ide fel lehet-e vickélni. Ugye a felrakóra se tiszta idővel mentem, hanem... Hát hogyan? Indultam Ljubljanából, leraktam Triestben, Triestből mentem föl a felrakóra a Udine felé, Cemónába, és akkor onnan jöttem fel egészen Rédicsig, és fölértem volna ide a lerakóra. Persze úgy adja ki a lépés.
oldalon, meg jobb oldalon 10-10 centi van az áoszlop mellett. Hát ez kurva jó. Sokat ér az eredmény. Mert van ilyen lehajtóka, de hát... Ennyit én hallottak a csak. Az új kéri büfébe egyébként lehet fizetni kártyába? Várnék valami handmade hamburgert. Meg is valahogy már nem... Micsoda Mondeo? Hófehér. Hófehér Mondeo. Hát köszönöm te. Na jó, fej. Ha mondom, hadd menjen már, ha tud haladni. Hogy csöljön is mögöttem, elég ha épp a csörökíthet benne. Meg azért a Mondeo kirúgózzana. A Mondeo az kirúgózza. Hát az a neve. Mondeo. Uff, ez olyan volt, hogy inkább hagyjuk a vérbe. Navid be se állítottam, azt tudom, mikor érek a szombat helyre, de szerintem minden lövőről nincs nagyon messze. Lövésem sincs. Jó, de meg én vicces voltam. A saját fasságom fog a vízén sírba vinni előbb-utóbb. Csak az a baj, hogy ezeket a kreténségeket otthon is eregetem, aztán a család kezd lefeszülni tőle. Én mondjuk jól szórakozok rajta a saját hülyeségeimet. Simaság. Hát ha megnézitek az ajzét, az aszfaltot, az eléggé simaságos. Hú, lottózó, bassza meg kellett volna tipmixelni. Áh, francba. De hogy elfelejtettem, pedig idefelé is még néztem, basszus, itt a lottózó. Ezt így vigyorogtam, hogy de jó lottózó. Ezt így örültem magamnak. Eszem volt megállni, persze, látod mennyi. Jó megálltunk. Mindegy. Basszus, ők is jeleznek, hogy mérnek. Idefele is, mikor jöttem, az egyik izé. A Renault Zoe-ból villantott a srác, hogy izé. Mérnek, de hát én nem látom sehol sem az autót. Ebből elsőtik ide Suzuki-ba lennének? Franz tudja. Na mindegy, hát ők jeleztek, aztán ha mérnek, mérnek, én amúgy is betartom az 50-et, mert sorba vannak. Falkó megvár. Onnan nem lehet elkésni. Ebből mértek volna? Hát az a reggel nem is volt itt ez a Ford. Fókusz, jelzem. Kis fókusz, sose rossz. Vagy itt benne a sok autó között valamelyikből mértek? Hát a franc tudja. Jó, basszony, a szemet meg kiveri ez a szar. Nem, a nap, amúgy. Hát srácok, én nem tudom, hogy honnan mérnek, vagy ki mér, vagy mit csinál, de... Nézd meg, meg nem várnám, míg kijön a izé. A teherautó nem beerőszakolja mellé, bazdmeg. De ha föl akar a szarja, akkor meg van sértve. Éres Istenem. A kollega is mondta, akivel itt találkoztam, hogy ő is meg annyi bunkóval találkozott, még odaért lövőre. Érdekes, mindig olyanokat találkozok, meg olyanok jönnek oda, akik szerint igazam van. Tehát azért az, hogy valaki, tehát, hogy sokan elismerik azt, hogy értik, hogy miről beszélek, azért az mond valamit, nem? Tehát soha nem jön oda egy ilyen okoskodó bumburnyák se, hogy figyelj, az nem úgy van, ahogy a videóban elmondtad. Soha senki nem jön oda ágaskodni, mindig csak azért a komment szekcióban vannak pofája mindegyik. Egyszer volt, hogy találkoztam a Svédországba menő hajón egy ilyennel, de az se állt neki okoskodni. Milyen többiek, akik felismertek, azok... Hát így volt egy nagyobb csapat, ugye az még a Wabereszes időben volt, akik felismertek, és oda jöttek, beszélgettünk, mit tudom én, az egyikükkel együtt is izéltünk, most mondanám, hogy együtt háltam, de az úgy furán venné ki magát. Szóval, hogy együtt egy kabinban aludtunk, a jó fej srác utól is, mert mindegyik. Csak volt egy, amelyik szintén felismert, és láttam, hogy neki bassza csörít az, hogy én ott vagyok.
személy meg nagyon hátul kullogott, hogy ő bizony felismert. És ő most nagyon megmondaná magáit, meg szerintem kommentben meg is szokta mondani magáit. Csak ugye a kommentben most van ott egy név, ami most vagy valós, vagy nem. De az ember odajön, én nem látom rajta azt, hogy most ő kicsoda. De ő tudta, hogy baj van a füle mögött, a viselkedésében látszik. Érdemes egyébként a pszichológiával foglalkozni. Szeretem is. Emberek testbeszéde elég sokat el tud árulni. A legtöbbet árulja el meg a szemem emberre. Na mindegy. Szóval, ja. Mindig azok jönnek oda, akik szerint igazak van, és lepacsizunk meg minden, és tök jó. Ezek okoskodó burnyákok, mint amiket láttok kommentálni, ezek otthon izék. Verik a blattot, aztán otthon élveznek arra, hogy most beszóltak. Hát persze, kinek mennyi élete van. Hát én elhiszem, hogy valaki erre áll fel, hogy csinálni. Maximum rögünk rajtad egy sort, hogy mekkora burnyák vagy. Aki pedig normális, és úgy érzi, hogy egyetértünk, meg tudja, hogy miről beszélek, meg érti is, nyugodtan jöhet, aztán pacsizhatunk. Meg aki érti az iróniát, akinek szintén ironikus humora van, fekete humort is érti és szereti, azokat bírom a legjobban, velük a legjobb beszélgetni. Balázsra is már nem tudom mióta nem találkoztunk, azóta én ugye apuka lettem, ő nagypapa lett, azt még a mai napig a izé. Messengeren tartjuk a kapcsolatot. Egyébként Dagad Kargó címen indított ő annó YouTube csatornát, tényleg is kérdeztem, hogy mi a helyzet azzal, hogy folytatja vagy sem, vagy ha mit csinál vele. De tök jól csinálta egyébként, meg neki is ilyen tök jó humora van. Úgyhogy a mai napig küldözgetjük egymásnak az ilyen fekete humoros fasságokat. És mert egy tök jó szót értünk egymással, és ez a legjobb. Aztán, ja. De csak, hogy így most így reagáljak azokra a kommentekre, hogy miért foglalkozol a hülyékkel, ne foglalkozz a hülyékkel, hagyd a hülyéket, azok úgy se értik, miről beszélsz, kár értük, kár velük foglalkozni. Tudom én, srácok, csak jó őket idegesíteni. Mert ennyi szórakozás nekem is jár, meg nektek is, érted, bekommenteli a fasságát, hát akkor nehogy már ne idegesítsen még jobban. Hát amilyen burnyák nem veszi észre, hogy ő a vicc tárgya. Szerintem így is közel járok a csatorna letiltásához az ilyen, ebben a buzi PC világban, hogy nem szabad semmit se kimondani, nem szabad, mert megbántunk embereket. Ez a lényeg. A humornak az a lényeg, hogy megbántsál valakit. A humor mindig valakinek a kárára történik. Ettől humor. Aztán, hogy ezen valaki megsértődik, akkor az a saját problémája. Nem az enyém. Rajtam humorizálnak, én se sértődök meg. Feldolgozom, és képes vagyok adja a felérni, hogy igen, az tényleg vicces volt. És hát ha ezzel mosolyt csaltam emberek arcára, hát már megérte. Most pedig vergődjünk fel az M86-os állatkertre. Ez a körforgalom meg egyre nagyobb szar. Miért csattog mögöttem így az utánfutó? Azt nem értem. Az oké, hogy üres, de nincs rajta semmi, ami ilyen csattogásokra adna hangot. Bár fölraktam a három raklapot, ugye előkészítve a pótkocsi terakodásra.
az meg úgy a közepén van, tehát ott pont nem csattogna át. Tehát ugye messze a fülkétől, és én a fülke mögött hallom, hogy akkor rákat szóval az autó. Na mindegy. Ha leakad a pótkocsi, úgyis észreveszünk, nem? Persze. Norbi mondtam hogy tegnap, hogy most már össze kéne ülnünk egyet inni. Akkor meg kéne egyet élőzni, nem? Már régen élőztünk. Vajon nem egy bebaszós live-ot akarok, mint Molnár Krisztián, mert hát ez legyen egy színvonal. Bőség zavara, úristen, hova álljak? Kezd kínos lenni, mintha miattam nyitották volna, csak ki ma a gyárat. Mert én viszem amúgy ezt a cuccot. Por van. Felhúzta két lábát? Felhúzta, jó van, csak a középsével lent. Akkor megfordítjuk. Az apparátust. Mert ugye így nem nyúzom az első meg a hátsó tengelyen lévő gumikat. Akkor rakodjunk, válok ide a pole pozícióba. Gyerekek, jövök itt a 86-osom, fűnyírás, hátul a nyilas villogó autó. Kerül. Előttünk meg megy, előttem megy három vagy négy kamion, előttük traktor. Hát ugye ilyenkor már nézegetni szoktam előre a messzi távolba, hogy ráadásul ívbe is volt, úgyhogy jobbra itt előre láttam. A fasz, mondom, mennek a többiek, nézem én is ott a két autó között a résekbe, hogy mondom, hát nem jön senki szemből, jó van, mondom, akkor gurulok előre én is. De ugye 30 agon voltam körülbelül. Az előttem levő kamion szépen kényelmesen visszasorolt, a mögötte lévő kis, kettőnk között lévő kis autó is ugye visszasorolt, az dír baszki, a kamion mögül egyszer csak kifigyel, hogy szemből egy kurvon. Baszki mondom, hát ez honnan? Azt a sűrű elnézése közepette intettem, hogy most srácok, ezt fingom sincs, hogy sikerült így elnéznem. Aki utána volt személyautós néni, azt nekik is integettem, hogy a bocs. De mindenki vigyorokba intett vissza, hogy jó semmi van. Fú, basszus, nem is tudom, hogy mikor néztem én el utoljára valaha. Hogy egyáltalán valaha néztem be ennyire valamit. De szerintem látták a fejemen a meglepettséget, hogy
Nem csak ők, de én se számítottam. Mondom, nézek előre. Az autók között nem látok senkit. Ez nem díjra egyszer csak ott van szemben a fordulat. Néztünk, hogy sokan lettünk egyszerre ugyanabban a sávban. Szerencsére. Jó, meg hogy szerencsé, hogy nem csak az, hogy nem mentünk össze, hanem az, hogy nem mentem én se gyorsan, ők se gyorsan, aztán mindenki meg tudott állni. De a furgonos félrehúzódott, jó fel volt, ezt így elmentünk tulajdonképpen egymás mellett. Jó, néni az megvártam, még elgurgulászok ott mellette. Megmondom, hogy pont amikor megálltam, akkor már így benn voltam így fél autóval a szembe sávba. Traktor már benn volt, volt kocsi, ugye jött utána. Hát mondom, most már vissza se tudom kormányozni, akkor mindegy, most már akkor elgurulok aztán. Megoldjuk így. A semmiből egyszer csak hirtelen ott volt egy furgon, de a ütő megállt bennem, basszus. Srácok, így még egyszer. Nem mondom, az előttem levők szépen lassan, kényelmesen gurultak előre, kerülték a fűnyírást. Rok utánuk én is. Azért megszoktam várni, míg az előttem levők helye közel elmegy. Ott is az utolsó pillanatig kukolok előre. Hát mondom, én nem látok senkit. Az késődött a vízi. Az autó szemben. Ó, te jó Isten! Ha mondom, hogy megköveznének, sem tudnánk válaszolni, hogy ez most hogy sikerült az így benézni. Meg Zalabaksa előtt. A fűnyírósok. Kanyarba, baszki. Oké, ott a villogós autó, értem én. De kanyarba, ami totál beláthatatlan, basszus. Nem ám irányítaná valamelyik a forgalmat, lezárna mondjuk egy szakaszt, és akkor egyik, mindkét végére kiállna, egyik ide, másik oda. Azt váltakozva engednék a forgalmat. Nem, baszd meg, old meg, beláthatatlan kanyarba került ki őket. Szemben, vagy az előttem levő, majdnem ő is belement a szembe jövőbe most. A lenti garnitúra volt egyébként. Ehhez gratulálok, srácok. Így innen is. Bocs, 11 órási lerakó volt, 11-17 és már üres is vagyok. 5,5 perc alatt szedték le a bútorlapot egy portobuffon lében, úgyhogy közben pörögtem az autókon, mint a... Nem tudom, taxióra, villanyóra, nevezzük ma már, de hívhatjuk villanyórának, az nagyon tud pörögni. Legalábbis a... az én számlálója. 300 számítókája. Adjon át a körforgalmon, második kijárat. Aztán zöldet is kaptam el, hogy Portobuffon előtt ott a kereszteződésben, ami mindig piros szokott lenni. Most pedig úgy látom, hogy aksit kell cserélni ebben a szarkupacban. Második kijárat. 100%-on van. És srácok után pörgünk, megyünk, haladunk. Mert üres! Ja, kapcsolja a pilácsot. Csak helyzetjelzőm volt. Ugye én mindig, ha bemegyek valami sötétebb helyre, akkor helyzetjelzőre felszoktam kapcsolni állandóan, mert rádom, hogy
legyen izén. Haladjon át a kávon a második éjjára. Most pedig go, San Vito. Kíváncsi leszek, hogy mennyien lesznek. Nem voltam ott már egy másfél-két hete. Azt is kicsi gázt adok és már pörögel a kerék. Az 520 lóerőnek is megvan a hátránya. Már amikor könnyű és nincs rajta súly, akkor alig tudsz vele menni. Akkor sincsen gyorsulásod, mert akkor meg elpörög a kerék aztán. Lekoptatni a gumikat, az meg nincs értelme. Véletlenül